Immáron 5. alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei családi és missziói nap Szekszárdon, ahol számos programmal várták a város lakosságát. A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye olyan gyülekezetekből épül fel alapvetően, amelyek nagyon sok kicsi részre töredezettek. Ennek az az oka, hogy itt valamikor nagyon élő, nagyon gazdag gyülekezetek voltak, de aztán a II. Világháborút követően akár a németek kitelepítése, akár a falu politika meggyengítette ezeket a közösségeket. Mai napig is ott vannak a templomok, de a közösségek hiányoznak mögötte, vagy legalábbis nagyon kevesen vannak. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek, gyülekezeti tagjainknak legyen lehetősége egy olyan találkozásra, ahol együtt vannak, együtt élik meg, hogy ők az evangélikus egyházhoz tartoznak, és közben pedig olyan programok legyenek, ahol tényleg talán egy kicsit építőleg tudunk együtt lenni, olyan tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, módszereket hallhatunk, vagy ötleteket, amelyekkel azt a pici közösséget is mégiscsak egybe tudják tartani. Az eseménysorozat változatos programokat kínált minden korosztály számára. A mai alkalom, mint mindegyik alkalmunk, áhítattal kezdődik, és utána Süveges Gergő és felesége fog egy előadást tartani, Családtól a közösségig címmel. Az előző alkalmakon először a kisebb közösséget, a családot vettük célpontba. Többek között például Tapolyai Emőke is ebben a témában adott elő közöttünk. És most egyel tovább lépünk, hogy a családtól hogyan lehet eljutni egy közösségig. Mik azok a szempontok, amelyek egy családot el tudnak indítani, hívogatni tudnak egy ilyen közösségbe. Úgyhogy ez lesz a fő előadásunk. Utána pedig 3 témában fakultatív módon lehet ismerkedni ezeknek az úgynevezett altémáival. Például itt a szekszárdi gyülekezet, ahol helyileg vagyunk, egy olyan gyülekezet, ahol nagyon sok orvos van. Így az egyik ilyen beszélgetés Orvosok a gyülekezetben címmel lesz. Erre várjuk a vendégeket. A következő ilyen beszélgetésünk nem lelkészi munkatársak közösségépítő szerepe. Ez a második ilyen beszélgetőkör. Végül a 3. egy közösség születése, a szekszárdi gyülekezet története, ahol pedig Németh Judit, a szekszárdi gyülekezet felügyelője fogja bemutatni a szekszárdi gyülekezet létrejöttét. A szünetet követően pedig majd Schmidélius Gábor és Ócsai Zoltán Jónás és Jézus című darabja fog elhangzani a dombóvári evangélikus általános iskola gyermekeinek és dombóvári barátoknak az előadásában. Tavaly indult el a Dombóváron az általános iskola egyházi fenntartásban, és már az első évnek ez lett az eredménye, hogy ezt a darabot felelevenítették, ami több évtizede hangzott el először, és most közöttünk is előadják. Az előadáson Süveges Gergő és felesége az összetartozásra és a közösség erejére hívták fel a figyelmet. Az alapvető kérdés az, hogy a közösségeink hogyan lehetnek egyre inkább egészségesen működők, és az egészséges működés alatt azt értjük, hogy egyre inkább a benne lévő tagok meg tudják-e tapasztalni az Istennek a sokféleségét és a gazdagságát, és hogy közösségként ezt a gazdagságot, ezt meg tudjuk-e mutatni másoknak, vagyis tudjuk-e tükrözni az Istennek a sokféleségét és az Istennek a sok ajándékát, amelyet kapunk tőle. Előadásukra olyan közösségfejlesztő eszközrendszert hoztak, mely segítségével szempontokat kaphatunk, hogy lehessünk egy közösség értékes tagja. Mindannyian alapvetően közösségre teremtett lények vagyunk. Közösségben tudunk élni, és a magánytól meg menekülünk. Úgyhogy ez egy elemi törekvése mindannyiunknak, hogy közösségben legyünk. Arról nem beszélve, hogy hát Jézus is ezt mondja, hogy ahol 2-3 összegyűlnek a nevemben, ott én is ott vagyok közöttük. Úgyhogy én igazából nem valami csábítgatásról beszélnék, vagy pecázásról, vagy horgászásról,
hanem annak az elemi igénynek a felismeréséről, hogy szeretnénk közösségbe tartozni, szeretnénk együtt lenni másokkal. És hogy ezt hogyan tudjuk jól megtenni, vagy hogyan tudjuk úgy megtenni, hogy ez boldogító is legyen, meg előrevívő is legyen, ebben tudunk talán szempontokat adni. Kihangsúlyozták, hogy az egyes tagok sokszínűsége adja az igazi közösségteremtő gazdagságot, ahol mindenki értékesnek érzi magát, és ezt hozzáadva értéket tud teremteni az emberek számára. Mindannyian más tudunk hozzáadni a közösség működéséhez, a közösség életéhez. És egyrészt azt megtapasztalni, hogy én személy szerint közösségbe kapcsolódva, közösségi tagként, mivel tudom gazdagítani a közösséget. Azt megtapasztalni, hogy a különböző tagok különbözősége, más-más karizmája, adománya, tehetsége, hogy adódik össze, és lesz valami más minőség több belőle. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon előrevívő, megszólító, boldogító út. Ezáltal pedig maga a közösség is vonzóbbá és megszólítóbbá válik mindenki számára. Sok közösséggel dolgozunk együtt, és próbáljuk segíteni az útjukon őket, hogy ezt a sokszínűséget, egymás gazdagítását alapelvként, illetve alapelvek mentén megtalálják és el tudják kezdeni megélni. Azt reméljük, hogy a közösségek erre egyre nyitottabbak lesznek, és egyre inkább megérzik ennek a lehetőségeit. A közösségi érzéssel rendelkező személy értékesnek, hozzájárulónak és kapcsolódónak érezheti magát. A közösségi érzés összekötő híd fiatalok és öregek közt, és átível azokhoz is, akik már nincsenek köztünk.